estét kívánok, Velkovics Vilmos vagyok, ez pedig a napi aktuális. Soros párti tüntetés a Soros Egyeteme mellett, ahol az MSZP volt elnöke, azt mondta, hogy az ellenzék természetes, hogy Soros oldalán áll. Itt van Hollik István, a KDNP szóvivője már a stúdióban. Befolyásolja a pártok támogatottságát a Soros Egyetem és a civil szervezetek ügye. Beszélünk majd a Jobbik és a baloldal kormányváltási esélyeiről is. Két politológus vitázik majd, Pulai András és Deák Dániel. Azután lesz szó arról is, hogy lehet-e bárhogy védekezni az iszlamista terror és a teherautós támadások ellen. Vendégünk lesz Földi László, titkosszolgálati szakértő, akit a Galambos Szilvási Laborcféle kémügyről is megkérdezek. És végül lesz szó arról, hogy ülésezett a metró korrupciót vizsgáló fővárosi munkacsoport, ennek vezetője Borbély Lénárd lesz a vendégünk. Kezdünk! Hollik István, a KDNP szóvivője, tehát itt van már a stúdióban, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Hát gondolom követte ön is a tüntetést a Soros Egyetem mellett. Készült ott egy videó, ahol Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke azt mondta, hogy hát szerinte természetes az, hogy az ellenzéki pártok a Soros Egyetem mellett vannak. Ön mennyire tartja természetesnek ezt? Hát inkább azt mondanám, hogy nem újdonság. Hiszen tudtuk azt, hogy a baloldal, amikor még voltak szabaddemokraták, akkor a szabaddemokraták, azok számos vonatkozásban kötöttek direkt módon azokhoz a szervezetekhez, amelyeket Soros György pénzelt. Vagy hát ha visszaemlékezünk arra a 2005-ben kelt levélre, amelyet maga Soros György írt Magyar Bálintnak, nagyon ilyen barátkozós, hogy nem mondjam, urambátyámos hangulatban, és egyrészt megköszönte azt, hogy a Magyarországon működő külföldi egyetemek közül egyedüliként a CEU-ra külön jogszabályt alkottak. Másrészt meg egyébként mondom, ilyen baráti hangvételben megkér ugye Magyar Bálint akkori minisztert, hogy legyen szíves az újonnan készülő felsőoktatási törvény hatálya alól vegye ki a CEU-t, az ne legyen hatály alatt. Na mi alapvetően, amikor a felsőoktatási törvényt módosítottuk, akkor ennek az urambátyám világnak akartunk véget vetni, annak akartunk véget vetni, hogy bizonyos emberek, illetve bizonyos egyetemek más elbírálás alá essenek. Ennek akartunk véget vetni. A felsőoktatási törvénynek a módosítása erről szól. Éppen ezért azok, akik a tanszabadságért, vagy azok, akik a Soros Egyetem létéért tüntetnek, azok megnyugodhatnak, hiszen Magyarország alaptörvényében is benne van, hogy a tanítás, az oktatás, a kutatás szabadsága az alapjog Magyarországon, ezt senki nem akarja elvenni, tehát ezért is meg lehet nyugodni. A másik tekintetben pedig azért is meg lehet nyugodni, mert a magyar kormány az nem egyetemeket bezárni szokott, hanem egyetemeket nyitni és alapítani. Éppen ezért a magyar kormány számtalan esetben elmondta, nem célja bezárni a Soros Egyetemet. Tiszta, átlátható viszonyokat akarunk, hogyha a Soros Egyetemnek, illetve az Amerikai Egyesült Államoknak valóban érdeke az, érdekeltek abban, hogy megállapodjanak ennek az egyetemnek a működéséről, akkor a magyar kormánynál nyitott kapukat döngetnek. Magyar kormány nyitottan és jó szándékkal fog ezek elé a tárgyalások elé nézni. De azt gondolom, hogy a tüntetésnek azért van egy másik tanulsága is. És talán ez az, amire rákérdezett. Hogy azt látjuk, hogy egy tüntetés alig fejeződött be, már azt mondták, hogy szerdán egy újabb tüntetést fognak szervezni a civil átláthatósági törvény ügyében. És azt gondolom, hogy itt bújt ki a szög a zsákból. Mert azt lehet látni, hogy a CEU ügye, a tanszabadság ügye, az valójában csak ürügy. Hiszen három nap múlva meg már másért kell aggódni. Itt valójában azt láthatjuk, hogy kormány ellenes akciókat szerveznek is. Igen, ki kell mondanunk, hogy azok a szervezetek szervezik ezeket az akciókat, akiket valamilyen módon Soros György finanszíroz. És miért teszi mindezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy ezeknek a konfliktusoknak a hátterében mindegy ideológiai küzdelem zajlik. Hiszen azt mondhatnám, hogy a szorító bal sarkában sorakoznak föl azok a szervezetek, Soros György vezetésével, akik a mi értékeinket támadják. Tehát ők egy multikulturális, migránsokkal telirakott Európába hisznek, egy olyan Európába, ami föderális módon működik, tehát Brüsszelből irányítják, és
ők a nemzetállamiságra, a nemzeti identitásra, a magyarságokat megélő emberekre úgy tekint, hogy ezeket a dolgokat meg kell haladni. A nacionalizmus az veszélyes, az a 20. századnak a olyan káros utóhatása, ezeket internacionalista módon ezeket meg kell haladni. És a szorítónak a jobb sarkába pedig vagyunk mi. Mi, akik egyrészt azt gondoljuk, hogy Isten teremtett minket, azt gondoljuk, hogy az életünket az családban, meg közösségben tudjuk kiteljesíteni, és azt gondoljuk, hogy a világ az azért van, hogy valahol otthon legyünk benne, és nem véletlenül beszélünk magyarul. Ez az Jóistennek az ajándéka, és soha nem fogunk önmagunkra európaiként tekinteni, mi elsősorban magyarként tekintünk önmagunkra, és továbbra is azt szeretnénk, hogy a saját dolgainkról saját magunk tudjunk dönteni, éppen ezért nem szeretnénk migránsokat látni Magyarországon. És az alapvető oka ezeknek a konfliktusoknak a kettőnk közötti a szorító jobb meg bal sarkában felsorakozott erőknek a nézetkülönbsége. Hiszen azt gondolom, hogy ez a nézetkülönbség ez kibékíthetetlen. A sorosék, a probléma az az, hogy a soros szervezeteknek természetesen joguk van, hogy más véleményük legyen. Én azt gondolom, az a problémás, hogyha a demokrácia játékszabályait sokszor kikerülve, például sok esetben politikai céllal nyilvánulnak meg, civilként mondják azt, hogy ők független civilek, és a független civilség álcája mögé bújnak, és egyértelműen nyomás alá akarják helyezni Magyarországot, azért, hogy fogadják el azt a fajta migránspolitikát, meg azt a fajta világszemléletet, amit mi nem vallunk magunkénak, és nem is fogunk magunkénak vallani. Azt gondolják, hogy a civil törvény módosítása az megoldást jelenthet erre a, hát hogy mondjam, összeférhetetlen, vagy ellentmondásra? Én azt gondolom, hogy a civil átláthatósági törvény az tisztába teszi a dolgokat. Az ellenzéki kritikákkal ellentétben nem billogoz meg senkit. Nem lehetetleníti el a soros szervezeteknek a működését. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország demokrácia és jogállam. Tegnap is láthatta mindenki, a rendőrök fegyelmezettek védték a rendet, ellentétben mondjuk 2006-tal, tehát mindenki elmondhatja a véleményét akkor is, hogyha az egyébként nem egyezik a kormányéval. Természetesen ez a demokrácia. Tehát mi nem szeretnénk ezeket, és a törvény nem is fogja ellehetetleníteni ezeket a soros szervezeteket. De egy dolgot viszont tesz. Azt, hogy előírja azt számukra, hogy aki külföldről kapja a pénzét, azok számára előírja, hogy a támogatást, illetve a támogatónak a személyét azt nyilvánosságra kell hoznia, és egy kormányzati honlapon, a civil információs portálon ezt meg kell jelenítenie. Erről szól a civil törvény, és azt lehet látni, hogy most a kormányra irányuló nyomásgyakorlásnak a legújabb eszköze, az majd holnap után ez lesz. Mi lesz, hogyha a Soros Egyetem nem teljesíti a feltételeket? Az az igazság, hogy ez nem... Számolnak ezzel a lehetőséget? Hát ugye ez, a Soros Egyetemért felelősséget vállalni a magyar kormány nem tud. Az csak a Soros Egyetem alapítója, meg a Soros Egyetem menedzsmentje tud. Tehát azt gondolom, hogy mi egyértelműen, a magyar kormány egyértelműen kinyilvánította a szándékát. Mi azt mondjuk, hogy ha oda jönnek, akkor mi leülünk egy asztalhoz, és abban vagyunk értekeltek, hogy megállapodjunk, hogy a szabályokat mindenki betartsa. Ha a Soros Egyetem betartja a szabályokat, akkor örömmel látjuk itt őket Magyarországon. Erről van szó. Szijjártó Péter miniszter úr is ugye erről beszélt, hogy örömmel hallott arról, hogy egy amerikai küldöttség érkezik. Mindenkivel nyitottan és jó szándékkal fogunk tárgyalni, és el fogjuk mondani, mi a törvény valódi háttere. Azt láthattuk egyébként, hogy sajnos a soros hálózat nagyon sok esetben úgy működik, hogy egyből egy valótlan állítással indítanak. Ugye az volt a valótlan állítás, hogy mi be akarjuk zárni a Soros Egyetemet. Nem akarjuk bezárni, aki elolvassa a törvényt, láthatja. Egyébként mi csak a cseh modellt akartuk átvenni, tehát több ilyen olyan ország van Európában, ahol ugyanaz a törvényi szabályozás a külföldi egyetemekre vonatkozóan, mint amit most mi bevezettünk. Miért nem tiltakozott ez ellen Hollandiában, vagy éppen Csehországban a soros szervezetek? Miért pont itt csak nálunk? Ők azzal érvelnek, hogy miért pont most jut eszébe a kormány? Hát ugye ez teljesen egyértelmű, azért, mert az oktatási hivatalnak volt egy átfogó vizsgálata, ugye ez 2011-ben már elhatározott az oktatási hivatal, a Nemzeti Felsőoktatási Törvény is erről szólt, hogy 5 év múlva felül kell vizsgálni az itthon működő külföldi egyetemeket. Ez a vizsgálat lezárult, és ennek a vizsgálatnak volt egy eredménye. 28
Magyarországon működő külföldi egyetemből 27 szabálytalan működött. Na jó, az nyilvánvaló, hogy komoly mozgósító ereje van ennek az ügynek, viszont hát több ügy miatt, de végső soron a Soros Egyetemmel összefüggésben kilépett a KDNP-ből az egyik politikusuk, Lukácsi Katalin, azután telenyilatkozta a sajtót, és hát egyebek mellett azt is mondta, hogy a kormánypártak elvesztették a kapcsolatot a valósággal. Ön hogy érzi, képviselő úr, hogy van kapcsolata a valósággal? Hát... Egyrészt azt pontosítanám, hogy nem a KDNP politikusa, hanem a KDNP egykori munkavállalója. Politikusnak azért nem nevezném. Illetve, hát nem tudom, hogy ki vesztette el. Én az elmúlt fél évben Magyarországon tartózkodtam, nagyon sok magyar emberrel beszéltem. Az említett kisasszony pedig Izraelben a kormány jóvoltából egy ösztöndi programnak köszönhetően tartózkodott. Úgyhogy... Én nem tudom, hogy ezek alapján kivesztette jobban a realitás érzékét, vagy a kapcsolatát a magyar valósággal, ő vagy én. Illetve hát azért azt fontos megjegyezni, hogy mondjuk most kilépett a KDNP ifjúsági szervezetéből, de örömteli, hogy az elmúlt egy hónapban 28 ember lépett be az ifjúsági kereszténydemokrata szövetségbe, 28 fiatal, aki tenni akar valamit a hazájáért. Én várom a 444-nek és az Indexnek a megkereséseit, hogy ezt a 28 fiatalt meginterjúolja és a címlapjára rakja. Hollik István, a KDNP szóvivője volt a vendégem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Felhúzhatja az ellenzéki pártok támogatottságát a Soros Egyetem miatt kialakult tiltakozás. Durvulhatta még tovább a kampány, ha már egyszer el sem kezdődött, vagy még el sem kezdődött, ezzel folytatjuk. Don't you think that the presence of parties harms to the issue? Minket? Yes, I see the opposition's party are on the side of the Soros, of course. I am from the Hungarian Socialist Party, and our party has invited our members and so on. Deák Dániel a Nézőpont, illetve Pulai András a Publikus munkatársa vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát együtt néztük ezt a bejátszást, ugye az MSZP korábbi elnöke Lendvai Ildikó arról beszélt, hogy szerinte természetes az, hogy az ellenzéki pártok Soros mellett vannak. Önök szerint mennyire természetes ez? De az látszik, hogy az elmúlt időszakban, tehát tavaly csak gondoljunk a tanítani mozgalom megmozdulásaira, ott is azt láttuk, hogy a balliberális ellenzéki pártok megpróbáltak rátelepülni ezekre a mozgalmakra, és az ügyeket kihasználva próbáltak támogatottságot növelni, ugye akkor láttuk a kutatásokból, hogy nemhogy nőtt volna mondjuk a szocialista pártnak a támogatottsága, hanem csökkent is. Jelenleg a szocialista párt sokkal rosszabb eredményre számíthatna, mint 2014-ben, hogy most lennének az országgyűlési választások. Tehát nem tudják kihasználni ezeket az akciókat, ezeket az ügyeket, mégpedig azért, mert hiteltelenek, és az elmúlt időszakban egyáltalán nem tudtak olyan ügyeket, olyan témákat fölkarolni, amelyeknek mondjuk a választópolgári elégedetlenséget be tudták volna csatornázni. Lajos András? Az elmúlt időszakban volt mondjuk egy vasárnapi boltbezárásos népszavazási kezdeményezés, ami már azelőtt elkaszállt az Orbán kormány, mielőtt a népszavazás kiírásra került volna. Szerintem ez egyértelmű és az MSZP-hez köthető siker. Ugyan kevésbé volt sikeres a földügyi népszavazás, ahol nem gyűlt össze megfelelő mennyiségű aláírás, de mondjuk az MSZP ott is azért be tudta csatornázni a híveit a vonatkozó kérdésben. Ugyanúgy ellenzéki sikernek, tekinthető az olimpiai ellenes népszavazás is, ugyanúgy ellenzéki sikernek tekinthető a kóta népszavazásnak a sikertelensége, amikor ugye nem ment el az érvényes, az elég szavazó az urnákhoz. Részben az ellenzéki pártok felszólításának ugyanaz az, hogy maradjanak otthon, vagy szavazanak érvénytelennel. Ezek azért azt mutatják, hogy azért annyira nem feltétlenül teljesen kudarc és sírás-rívás az ellenzék élete. Az kétségtelen, hogy a népszerűségük az olyan eszeveszettünk nagyon nem ugrott meg. A mi méréseink szerint Botka megjelenése óta 2 ponttal növekedett az MSZP népszerűsége, és az ellenzéki oldali összességében körülbelül 3-4-jel. Ez lényegében a hiba határon lévő növekmény, de azt is fontos tudni, hogy az ellenzéknek sokkal szűkebb a
a média lehetősége, és sokkal lassabban tudja eljutatni a saját üzeneteit. Minél szűkebb a média lehetősége? A média elérhető? Igen. Hát, mint a Fidesznél és mint a kormány oldalé. Sokkal... Mire alapozza ezt? Számforrám is, tehát összesítettük a Nézőpont Intézetnél is azt, hogy a rádió, televíziós piacon, napilap piacon, online piacon nem is beszélve, sokkal nagyobb az elérése a liberális véleményformáló csatornáknak és felületeknek, tehát ez számolható teljes mértékben. Mondjuk csak a legnagyobb kereskedelmi csatorna is kormánykritikus és a legnézettebb. Térjünk vissza egy pillanatra a Soros Egyetem melletti tüntetéshez. Azt, hogy pártok részt vettek ezen ahhoz, hogy jelen voltak ezen az eseményen, az árt vagy használ az ügynek? Adjuk meg Pulai Andrásnak a szót. Nyilván a pártok ebben a kérdésben is elmondták a véleményüket a nyilvánosságban. Azt hiszem, hogy érdemben nem képviselnek más, mint amit a tüntetők képviseltek, és nem képviseltek más az elmúlt jó pár évben, mint amit a tüntetők most követelnek. Ilyen szinten ezek a szereplők összeérnek. Nyilván az ellenzéki szereplők keresik a lehetőségét annak, hogy ezeket a tüntetők által megnyitott frusztrációkat, azokat be tudják csatornázni a saját politikai terükbe, és abból erény. Mégsem volt ott, Vona Gábor szintén nem volt ott, Botka László, jól tudom, valami egészségügyi probléma miatt ott távol. Hát de a fél másik, az MSZP frakciónak a másik fele meg ott volt, a PMS-ek ott voltak, több más egyéb politikust is lehetett látni a körükben. Botka sajtónyilatkozatot adott ebben a kérdésben. Tehát teljesen egyértelművé tették, hogy mit gondolnak. Kunhalmi Ágnes kirakta a tümeg biztatása után az EU zászlót a parlamentre, és ennek ott a helyszínen mindenki örült. Egyben ezzel elmagyarázta a tüntetőknek, hogy azoknak a civil kezdeményezéseknek, amik mozgatják a mostani tüntetés hullámot, össze kell fogni valamilyen módon az ellenzéki politikával, hogyha szeretnék, hogy ezek az ügyek képviselve legyenek a parlamentben. András is elmondta, hogy sikermorzsákat fel tud mutatni az ellenzék, tehát a vasárnapiból ez egy tipikus egy olyan sikermorzsa volt, amivel hetekig tudták uralni a közleményt. Ugyanakkor az, hogy bármilyen ellenzéki témát, ellenzéki politikai ügyet olyan új mozgalmat tudnak megjeleníteni, mint a Momentum mozgalom, vagy a Tanítaink mozgalom, amiben semmiből jöttek létre. Azt mutatják, hogy az ellenzéki pártoknak a becsatornázottsága, a társadalmi kapcsolataik szinte a minimálisra csökkentek, tehát nem tudnak semmilyen ellenzéki ügyet felkarolni, és az ilyen új mozgalmak megjelenése, ami még a Momentum mozgalom is egy új mozgalom, az azt mutatja, hogy az ellenzéki pártok válságban vannak, és egyszerűen nem tudják már ők uralni az ellenzéki térfén a választópolgári akaratokat. A Momentum mozgalom megjelenése nem feltétlenül kötődik a mostani ellenzékhez, a mi mérésünk szerint egyáltalán nem érintette meg az ellenzéki szavazótábor, ráadásul üzeneteiben azért meglehetősen erősen támadják a Fideszt is, és sokkal inkább számítanak a Fidesztől lecsorgó jobboldali szavazókra, mint a baloldali ellenzékére. Úgyhogy itt nyilvánvalóan a Fidesznek is fel kell arra készülni, hogy jöjjenek a kihívója megfelelő pillanatban. De pont az önök felmérése szerint megduplázódott december-januárban azoknak a száma, akik szerint Soros György mozgatja a szálakat a háttérben az ellenzéki mozgalmakban. Az nem januárról decemberre duplázódott meg, hanem augusztusról januárra, és az sem pontos teljesen megduplázódott, de kétségtelenül hiba határon felül növekedett ezeknek az aránya. És 10%-ról 20%-ra ment föl, hogyha jól emlékszem. Nagyságrendileg ilyen. Tehát ez hát azt igen. Jelenti, hogy van egyfajta, tehát az emberek értik azt az üzenetet, amit a kormánypártok megpróbálnak. Azt fontos hozzátenni, hogy amikor ezt először kutattuk ebben a kontextusban augusztusban, akkor az összeesküvés elméletek között kutattuk, és egy kicsikét ilyen vicces ügynek fogtuk fel a nyári uborka szezonban. Nem is gondoltuk még arra akkor, hogy ezt januárban majd a komoly kérdések között kell feltenni, amikor a szélső jobboldali szubkultúrában burjánzó összeesküvés ügyet a kormány hivatalos pártpropagandává fog emelni. Nyilvánvalóan akkor, amikor ez az ügy az eldugott weblapokról megérkezett a tévéknek és a rádióknak és a fő újságoknak a címlapjára, abban a pillanatban természetesen, hogy ezeknek a pártoknak a szavazói, azok át fognak állni ebben a kérdésben. Nem a pártok válaszoltak, hanem az emberek. A pártok azok, akik az embereknek a véleményét mozgatják ebben a kérdésben. És azzal hogy egy párt egy ilyen eldugott, a mélyben burjánzó
és összeesküvésre okot adó ügyet felkarolt, és elkezdte ezeket ismételgetni, azzal kétségtelen, hogy körülbelül majdnem 1 millió, vagy pár több százezer szavazóját erre is tudott átállni. Tehát választópolgárok nem bakok, látják azt, hogy a környező régiókban milyen folyamatok zajlanak. Egy-két példát említenék, 2011 Albánia, a Wikileaks kiszivárgott levelezései szerint Soros György levelet küldött Hillary Clintonnak, és javaslatot tett mondjuk, hogy a megmozdulásokra kit küldjön az Európai Bizottság Albániába, és hogyha nem, pár nap múlva az Európai Bizottság a Soros György által javasolt személy küldte Albániába, de Romániában, Szlovákiában és a környező országban mindenhol találunk arra a példát, hogy a Soros György által támogatott civil szervezetek politikai nyomásgyakorlást hajtanak végre, és igenis nagy befolyásuk vannak az ott lévő döntéshozókra, tehát ezt látják a választópolgárok, és ez szerintem egyáltalán nem bűn, hogy ezeket az információkat a rendelkezésükre is bocsátják, míg korábban ezekről egyáltalán nem lehetett hallani, ezek a tények, ezek a kérdések el voltak hallgatva, már 2003-ban is látunk ezekre bizonyítékokat, tehát 2003-ban erről még senki nem is beszélt. Tehát most arról 2003-ban még a Bilderberg csoportról beszélt mindenki, hogy a Bilderberg csoport irányítja a világot. Úgy látszik, most akkor volt egy Soros György kiemelkedett a Bilderberg csoportból, és most már ő irányítja. Egy kicsikét én elvesztettem a fonatot, az igazság. Tehát látszik, hogy a 2004-es törvényhozás is egyértelműen a CEU-ra tervezett törvénykezés volt, tehát az volt az első Lex CEU, tehát a CEU-nak megfelelően alakították ki a felsőoktatási jogszabályokat is. Emlékezzünk arra, hogy a CEU-nak például nem is kell alapképzést indítania a magyar egyetemekkel ellentétben. Tehát látszik azt, hogy igenis nagy politikai befolyásuk volt, és számos olyan törvénykezési módba is bele tudott szólni, ami mondjuk máshol nem lehetett. Egyébként a választópolgárok 24%-a az hit a chemtrailben, abban, hogy a repülőgépekből ugye minden nap permetezik az embereket, azért, hogy egyébként agymosást hajtsanak rajtuk végre. A mi kutatásunk, így van, ezt egyébként pontosan akkor kérdeztük először, amikor a Soros ügyet is kérdeztük, ugyanabban az összeesküvéses blogban kérdeztük. Ennek a mekkora esélyét látják önök annak, hogy szélesebb társadalmi csoportok is csatlakozni fognak ehhez a tegnapi, hát hogy mondjam, tüntetést, mondjuk egy kisléthai fiatalember életét mennyiben befolyásolja a CEU jelenléte, vagy egy zalaegerszegi nyugdíjas. Az látszik a kutatásomból, szerintem a tétekből is, hogy a CEU-t önmagában nem is tudják a választópolgárok, hogy micsoda. Most kezdenek megismerkedni azzal, hogy a Közép-Európai Egyetem és a CEU az egy két külön fogalom, és ez mi egyetem minek tudható be. Tehát egyetemben a választópolgárok széles rétegéhez ez a téma nem ért el, és nem is érinti őket a hétköznapokban, és akkor az látszik, hogy főként a baliberális sajtónak köszönhetően arról szól a közbeszéd, a CEU bezárását tervezni a kormány, amikor erről szó sincsen. Itt nyilvánvalóan van egyfajta narratív építés, hogy a CEU meg a Közép-Európai Egyetem az nem ugyanaz, és hogy az egyiket bezárjuk, a másikat meg elhetetlenítjük, és az egyik ezáltal, és a másik nem. Nyilvánvalóan ez indokolatlanul bonyolultá teszi ezt a kérdést, és szerintem a választókat az ilyen szinten egyébként nem is érdekli. Hogyha visszatérjük arra, hogy mondjuk ez a zalaegerszegi választópolgárt ez mennyiben érint, a maga a CEU ügye nyilvánvalóan nagyon nem. Valószínűleg egy átlagos zalaegerszegi, egyébként az zalaegerszegi születés vagyok, egy átlagos zalaegerszegi választópolgár nem feltétlenül tudja, hogy nem feltétlenül tudja, mi az a CEU, de hogy ez a tüntetés már régóta nem arról szól. Tehát ez sokkal szélesebb nyitotta a kapu, sokkal inkább szól a tanszabadságról, sokkal inkább szól az Orbán kormány politikájának a megítéléséről. Az ellenzéki politikusok azzal érvelnek, hogy a törvény szellemével van problémák, de ezzel kizárják a vita lehetőségét is, hogy szellemmel nem lehet vitatkozni. Hasonló. Hát szellemmel igenis lehet vitatkozni, már hogy a törvény szellemével. A törvény szellemével természetesen lehet vitatkozni, de ugye itt nem csak a törvény szellemével van problémája szerintem a vájtfülű és az ügyet jól értő nyilvánosságnak, hanem az van problémája, hogy a kormány nyilván a CEU-ra szabta ezt a törvényt, azzal, hogy ellehetetleníti a CEU-nak az amerikai lábát, és érdekteleni teszi a nemzetközi közösségben, tehát nem fog tudni versenyképes diplomát adni, mert hogy egyébként ugye ezt nem fogják elismerni a nagyvilágban, vagy hát hosszú évek kemény munkájával fogják tudni elismerni a nagyvilágban, azaz ezzel kihúzzák a CEU lába alul a talajt. Nyilvánvalóan erről szól ez a történet. Tisztázni, hogy ez a törvény nem a CEU-ra lett szabva, hanem hogy elhangzott az előbb is 28 egyetemet érint, és a CEU részéről szerintem a legjobb megoldás az, hogy elkezdeni tárgyalni a kormánnyal, és ahelyett, hogy mondjuk másnap már az Amerikai Egyesült Államokba utaznak, és média visszhangot keltenek az egész ügynek, sokkal inkább a tárgyalóasztalhoz kéne ülni. Én nem tudom, hogy a CEU-nak mit kellene csinálnia, azt én senkitől sem venném el a lehetőséget, hogy érdekérvényesítő tevékenységbe fogjon, legyen az egy egyetem, legyen az egy politikai párt, legyen ez egy akármi.
Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor is fog majd érdeket érvényesíteni a megfelelő pillanatban, egyébként most is teszi, ugye neki az ő érdekérvényesítő képessége, az a parlamentben és a törvényhozásban van, a CEU-nak itt nincs érdekérvényesítő lehetősége, emberekkel tud beszélgetni ebben egy a kérdésben. Egy témára van időnk, a Nézőpontnak volt egy felmérése, amelyik azt állapította meg, hogy hát valószínű, vagy azt valószínűsítette, hogy lesz egy politikai erő, aki ezen az ügyön megerősödve, vagy önbizalmat szerezve hosszú távú politikai ambíciókat fog bejelenteni. Önök szerint ez továbbosztja az ellenzéki oldalt, vagy nem? Egyáltalán az látszik, hogy itt egy politikai közösségnek a kialakítása zajlik. Ez az úgy, hogy ez a hisztéria... Tehát a Momentum mozgalomhoz hasonló, igen, másik politikai... Hát itt ez a politikai hisztéria kérdés, amit jelenleg a CEU a körül kialakult. Ez egy politikai közösségnek a létrehozása, és elképzelhető, hogy akár egy újabb politikai közösség és egy politikai csoport megjelenik, és ez egyértelműen ebből az ügyből fog majd kialakulni. Nem zárhatjuk ki, hogy létre fog jönni egy Cellula vagyok párt, vagy Momentum 2, vagy egy akármi, de azért nagyon nem is tartom túlságosan valószínűnek. Ma sokat beszélgetünk az összeesküvésnek, mert ezt egy összeesküvésnek tartom, hogy van valamilyen nagy erő, aki itt létrehoz egy újabb politikai szerveződést, ami majd aztán tovább osztja a nem tudom is odát. Azt kétségtelen, hogy az ellenzék küzd azzal, hogy ezeket az indulatokat be tudja satornázni a saját oldalába. Nem hiszem, hogy érdeke lenne az, hogy ez az oldal tovább osztódjon. Nyilvánvalóan persze van olyan politikai szereplő, akinek érdeke, ez pedig természetesen a Fidesz. De a Fidesznek leginkább nem az az érdeke, az a sokadlagos érdeke, hogy egy új politikai szereplő esetben ezzel létrejön, szerintem egyébként nem fog. Leginkább az az érdeke, hogy ezt az ügyet egyfajta gumicsontnak használja, és arra használ, hogy mi erről beszélgessünk, és ne arról beszélgessünk az oktatás kérdéséről. Általában mit gondolnak a választók, meglehetősen rosszat, az egészségügy kérdéséről mit gondolnak a választók, illetve arról beszélgessünk, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltjei, legyen az például Vonal vagy Botka, éppen hol tartanak az országjárásban, hogyan is miként építkeznek. Tehát van egy figyelemelterelő funkciója is. Egyébként úgy tűnik, hogy ez egyelőre meglehetősen hatékonyan működik, az kérdés, hogy ez meddig fenntart. Na, ha már Vona Gábor szóba került, Lendva Ildikóval kezdtük ezt a beszélgetést, ugye ő azt mondta, hogy az ellenzéki pártok természetesen soros oldalán vannak, ebbe beletartozik a Jobbik is. A Jobbik számára nagyon nagy probléma. Tehát látjuk, hogy Trockai, Novák előd egyértelműen a CEU beszántását szeretnék. Tehát az alelnöki szinten is konfliktusba keveredett Vona Gáborral a pártelnökség, és ez azt eredményezi, hogy a Jobbik ismét egy olyan témát kapott a nyakába, amiben nem fog egyértelműen állást foglalni, hanem mismásolni fog. Tehát hasonlóan a bevándorlási válsághoz a Jobbik ismét a háttérbe fog szorulni, és ez a támogatottságnak a további csökkenését eredményezheti, akár még egy pártszakadás is elkövetkezhet. Tehát ha jól értem, hogy a Jobbik, ugye Vona Gábor vezetésével elindult be középre, maradt a jobb oldalon egy űr, és ez a CEU így az alkalmas lehet arra, hogy a párt jobb oldalát leválasztja. Egyértelműen erről van szó, tehát Tolaszkai és Novák előtt megszólása, ez a Kruc Info is azt mutatja, hogy a Jobbikon belül még mindig van egy olyan szélső jobb oldali tömb, ami nagyjából a pártnak a 30-40%-át lefedi, ami egyértelműen szembe megy Vona Gáborral, és Vona Gábor jelenlegi álláspontját egyértelműen kritizálják, és ha 2018-ig nem hozza Vona Gábor stratégiája az eredményt, akkor ez azt fog eredményezni, hogy igenis változás lesz a Jobbikon belül, vagy egy pártszakadás formájában, majd leváltják Vona Gábort, és mondjuk egy szélsőjobboldali elnök lesz a pártnak újra. Jaj, azt gondolom, hogy ennek az ügynek, hogyha nagyon sokáig fog tovább pörögni, akkor két nyertese tud lenni. Az egyik a Fidesz, a másik pedig a baloldal. Azt, hogy azon belül melyik szereplő, azt nyilván nem tudjuk. A Fidesz azért, mert nem az ország bajéről és az ország problémáiról van szó, hanem egy gumicsontról. Az ellenzék pedig azért, mert vannak olyan politikusai, a baloldali ellenzék, akik hitelesen tudják képviselni az oktatás ügyét, és nem mondanak fundamentálisan, vagy érdemben nem mondanak más, mint amit a CEU mellett és az egész ügyben tüntetők. És valószínűleg egyetlen veszese lehet a Jobbik, mert hogy a Jobbik megint egy légüres térbe került ebben az ügyben. Érdemben nem fog tudni megnyilatkozni, ugye most is látszik, hogy két párhuzamos kommunikációt folytat ebben a kérdésben is. A galamb lelkű és a héja lelkű szavazóiknak teljesen mást kommunikálnak. Valószínűleg, hogy a Jobbiknak a veszőfutása az folytatódni fog, ahogy egyébként az elmúlt 4-5 ügy egyikére se tudtak érteni hozzátenni. Egyetértünk, de hogy a baloldali pártok ebből profitálni tudnak, abban a kétségeim vannak. Pontosan a tanítani mozgalomból kiindulva, hogyha akkor nem tudta profitálni, akkor sokkal nagyobb társadalmi elégedetlenség volt, és nagyjából hasonló tüntetések, akkor sem mutattunk 1-2% emelkedés sem a baloldali pártok részére. Deák Dánielnek, a Nézőpont munkatársának, és Pulai Andrásnak, a Publikus stratégiai igazgatójának köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.
Mit tett Európa az egyre gyakoribbá váló muzulmán szélsőségesek által elkövetett terrorcselekmények ellen? Itt lesz rövidesen Földi László titkosszolgálati szakértő, és beszélünk arról is, hogy ülésezett a metró korrupciót vizsgáló fővárosi munkacsoport, a vezetője Borbély Lénárd lesz a vendégem. Maradjanak velünk!